Üdvözlöm a Kristály Média nézőit, engedjék meg, hogy bemutassam Homoki Iván urat, aki méhész és mézborokat készít. De jobb lesz, hogyha ő mutatkozik be. Uram! Üdvözlöm a tévénézőit, Homoki Iván vagyok, méhpásztor, és mézbort készítünk a feleségemmel. Hogyan készül a mézbor? Hát a legfontosabb tulajdonsága, hogy nekünk egy saját márkánk van, a bíbor, és a bíbor az teljes mértékben az alkoholtartamát az erjesztett mézből nyeri. Tehát ebben nincs szőlő most felhasználva, nincs permetezett növény benne, hanem a méz van megerjesztve. És a mézek azok mindig speciális mézek, tehát vagy akác, vagy bárhonnan, ahonnan a méhek összegyűjtik a mézet, és akkor a bor is ilyen? Tehát van olyan, hogy akác mézbor mondjuk, vagy bármilyen más? Lehetne, de a bíbornak megvan egy saját receptúrája, hogy adott márkához, tehát a bíborhoz, ahhoz melyik mézekből milyen arányban használunk fel, de az, hogy melyik mézek és milyen arány, az a titok része. Ez egy titkos recept, nagyszerű. És akkor milyen mennyiségben készülnek? Mert látom, ezek igen kézműves kidolgozásúak, tehát Oceannek meg hasonló multiknak nem szállítanak be. Hát oda akkor sem vinnénk, hogyha több állna rendelkezésre, de mi egy kis manufaktúra vagyunk, tehát ketten vagyunk a párommal az összes feladatra. Korlátozottak a mennyiségi lehetőségeink, ezért számozott palackok vannak, tehát minden tétel sorszámozott, és az alkohol tartalmában ezért van eltérés, tehát a különböző színek például azt jelzik, hogy melyik palack az adott tétel milyen alkohol tartalmúra erjed ki. Átlagban olyan 13 térfogat százalék körül van az alkohol tartalma, ettől fölfele lefele egy 0,5% eltérés szokott lenni körülbelül. Akkor ezek erős bornak számítanak, tehát nem az a asztali bor, amit ott egy pörkölt után ledob az ember kis szódával. Hát ez egy beszélgetős ünnepi bor, tehát ez gyakorlatilag javasoljuk is azt, hogy ezt egészen 4-5 Celsius fokra lehűtve kell kezdeni fogyasztani, és ahogy beszélget az ember, kis mennyiséget kortyolgat, ahogy melegszik a bor, minden hőfokon más-más ízeket hoz. Nagyon jó lehet, majd egyszer megkóstolom, most nem, mert még van egy kis dolgunk. Még egy pár szót esetleg a mézekről, ha tudna. Hát saját méhészetünk van, végül is onnan indult az egész mézborászat, mert dédnagyapámtól hallottam én először a mézborról, de már 10 éve méhészkedtünk, amikor eszembe jutott az, hogy hát ha már annyit hallottam kiskoromban a mézborról, akkor meg is kéne ezt próbálni, és tehát az alapján kezdtünk el gyártani, vagy készíteni mézbort, de a méhészkedéssel, tehát ott Dabason a környezetünkben, ahol lakunk, ott mi végül is büszkén mondhatom, hogy tehát hogy mi kezdtük el a fajta mézek pergetését és a lakossággal, a vásárlókkal való megismertetését. Iván, meséljen még nekem arról, hogy itt a Mogyon hányadszor van, mert ugye most sok év kihagyódott a Mogyoknak a rendezésében. Volt-e korábbi Mogyon, most van-e először? Tehát ezekről a dolgokról, és hogy van megelégedve magával a rendezvénnyel, az itteni helyjel, a lehetőséggel, hogy hát egyáltalán itt van, és a kereskedelmi helyzettel itt a Mogyon? Tehát mi, amikor az első Mogy volt a legelső, akkor ott csak így látogatóként vettünk részt, de azt követően mindegyiken részt vettünk, akkor még csak a mézünkkel. 2012-ben nyertünk is a olajfűzmézünkkel egy 2012-es Mogy termékdíjat, és tehát attól kezdve folyamatosan jöttünk, de most ez a hosszú szünetet úgy hiánya érzettel töltötte, most végre újra van, úgyhogy én örülök neki nagyon. Itt a vásárlókkal, meg a közönséggel, meg gyakorlatilag mindig elégedettek voltunk, mert párommal mindig lélekmosdatásnak hívtuk ezt a rendezvényt. Ez csodálatos kifejezés, örülök, meg tudom, elcsenem magától. Eladóba is, hogy odaadom. Még annyit esetleg elmondanék a mézborunkról, hogy tavaly magyar kézműves remek elismerést kaptunk a Magyar Ipar Kamrától. Ez csodálatos, és most látok itt egy elismerő oklevelet. Ez az itteni Mogy termék elismerés? Nem, ez az elismerés, az a mézet meg szoktuk versenyeztetni általában, van minden évben
méz és méhészeti termékverseny, és ott általában mindig küldünk egy-két mézet, és nyerünk különböző díjakat vele. Tehát ezt... Majd megmutatjuk, nyugodtan hagyja csak ott, majd megmutatjuk kínzetbe, igen. És akkor a mogy termékdíjról pedig... Ja, ez a 2012-es mogy termékdíj, igen. Tehát igen, tehát ezt kaptuk. Nagyszerű, csodálatos. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm.